Üdv, hölgyek, urak, itt Szilandor, és hát régen találkoztunk egy sztori videóban, azt meg kell hagyni. És hát rengeteg kérést kaptam, hogy szeretnétek egy goblin történetét, Dr. Boomot. Nos, Dr. Boomnak nem mondhatnám, hogy túlságosan hosszú sztoria van, tehát ez egy mini sztori és egyben egy elég rövid videó lesz, de igyekeztem összeszedni róla minden információt, néhány híresztelést is, hogy honnan származik a karakter, és persze találtam egy nagyon régi-régi videót, egy jó barátom ideadta, hogy csináljam meg egy régi questline a Dr. Boomos questről, úgyhogy lássunk is hozzá. Az első tény, hogy honnan is származik ez a név, hogy Dr. Boom. Nos, gondolom nagyjából mindenki levágta, főleg aki Marveles, hogy Dr. Boom egy Marvel gonoszról kapta a nevét, Dr. Doomról. És ráadásul rengeteg referencia van a Hearthstone nevű kártyajátékban, másrészt pedig maga Dr. Boom is egy kártya lett ebben a játékban. Nos, de lássuk, hogy ki ez a kis fickó valójában. Nos, valaha a goblinok építettek Netherstone-ban egy űrhajót, abban a célból, hogy átutazzanak a Twisting Netherbe, hogy még több pénzt szerezzenek belőle. Hát ez egy elég nyilvánvaló tény, hogy a goblinok miért is üzérkednek. Dr. Boom korábbi védelmezője volt az Aria 52-es területnek Netherstone-ban, ezt gondolom mindannyian ismerjük. Korábban Sparky néven volt ismert, és hogy miért is lett belőle őrült tudós. Nos, nem volt hajlandó viselni egyfajta védősisakot, és itt Netherstone-ban a sugárzás miatt egyszerűen, hogy mondjam, mintha radioaktívvá vált volna, és ez elkezdte befolyásolni az agyát. És valószínűleg ez okozhatta azt is, hogy teljesen megőrült. Sparky, vagy inkább most már Dr. Boom, arról is ismerté vált, hogy hihetetlen okos volt, ahhoz képest, hogy mennyire őrült. És az 52-es körzet északkeleti részén állította be a táborát, ahol a goblinoknak egyfajta zseton berendezései voltak, és azzal terrorizálta az 52-es területet, amit valaha védett. Régi harcostársai kérik fel a kalandozó azaroti harcosokat, hogy végezzenek Dr. Boommal, mivel nagy veszélyt jelent a világra. Na de most, emlékeim szerint, és mint ahogy a videó is mutatja, egyáltalán nem volt egyszerű azokban az időszakokban. Dr. Boom rengeteg bombát idéz, amik bizonyos útvonalat folyamatosan követnek. Na most ezek kb. Egyike is, ha elért hozzád, azonnal halott vagy, tehát gondolkodni kellett, hogyan is tudnál közel jutni hozzá. Nos, ahány kaszt, annyi fajta ötlet volt, valaki megpróbálta azt, hogy berásolt a tömegbe és felrobbantott mindenkit vele, valakik a hegyeken próbáltak meg távolról lövöldözni rá, és a többi, és a többi. Rengeteg fajta variációját ismertem én is. Szóval igen, mondhatni amúgy Dr. Boom a legrandomabb egyik karakter volt a WoW világában, és hát megcsinálta a Hearthstone-ban magának a helyet, úgyhogy ki tudja, sok kicsi sokra megy, ugye? Itt is látszik, ki tudja, hogy ki lesz a következő kártya ennyi erővel. Nos, egy nagyon-nagyon taktikus harc után pedig sikerül legyőznünk az őrült tudós Dr. Boomot, és a goblinok nagyon hálásak voltak, hogy megvédtük a területeiket, és így tovább folytathatják azt, amit csinálnak, amit fogalmam sincs, hogy igazából mit csinálnak, de annyit tudok, hogy nagyon pénzszaga van a dolognak. Nos, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hölgyeim és uraim, és köszönöm a türelmeteket is. Sajnos most egy kellemetlenkedő betegség folyamatosan rajtam van, és alig bírok tőle szabadulni. De ahogy bírom, csinálom a videókat, és ti veletek pedig találkozunk a következőben. Sziasztok!